fotográfia történetéről már sokan, sokféleképpen értekeztek. Sokan írtak, sokan filmet készítettek róla, sokan tanítanak róla különféle iskolákban, és gyakorlatilag mindannyian éljük a képek történetét belül. Tele vagyunk képekkel, mindenki álmodott már. Tele vagyunk képekkel a telefonunkban, folyamatosan képeket készítünk. Úgyhogy érdemes feltennünk a kérdést, hogy mik ezek a képek. Sokféle kép van. Mi most ebben a műsorban a fotografikus képekről fogunk gondolkodni. A fotografikus képek jellegéről, mikéntjéről szeretnék gondolkodni, és arról meg is nyilvánulni, arról beszélni. Miért készül egy kép? Teszik fel sokszor ezt a kérdést iskolákban. Nekem is az egyik kedvenc iskolámban ez volt mindig az első feladat, hogyha jön egy ilyen képkészítési feladat, akár egy ilyen stúdium, vagy bármi, hogyha szeretnénk készíteni egy képet, akkor az legyen az első kérdés, hogy miért? Mi ez a kép, amit el akarok készíteni? Ez a kép, ez így honnan jön? Ez a kép mit akar? Ez mit szolgál? És nagyon sokszor ezekre a kérdésekre nem könnyű válaszolni. Miért? Azért, mert ezek a kérdések a tudatos képkészítés fele visznek minket, ami nem könnyű. Ugyanis sokszor szeretünk fotózni, és öntudatlanul készítünk képeket. Nem baj. Sőt, szuper. Ugyanakkor az öntudatlanul elkészített képeinket utólag nagyon-nagyon érdemes nézegetni, és egy kicsit így rájuk meditálni, hogy ezekkel a kérdésekkel, hogy na de mégis miért is csináltam ezt? És akkor észre fogok venni a képmezőn belül dolgokat. A fotográfia története is gyakorlatilag használható arra, mint amikor én a saját képeimet töltöm fel, és nézegetem, és próbálok a tudatos képkészítés felé elmozdulni, hogy mi van a képmezőn belül. Tehát ugye nem olyan ördögtől való albumokat nézegetni, nem olyan ördögtől való a fotográfia történetében elmerülni, ha képnézők vagyunk. Már csak azért sem, mert rengeteg bizonytalanság van úgy teljesen unblock a világban, rengeteg bizonytalanság van az emberben, és az alkotó és a képkészítő emberben is. És akkor így honnan szerezzek én fogódzókat? Ugye most a Facebookról eléggé, hogy is mondjam, nem nagy múlttal rendelkező mocsár, és bízhatunk abban, hogy ha valaminek van már egy olyan története, ami mondjuk felölel majd 200 évet, abban a történetben szerepelnek alkotók és fotósok, akkor hogyha ezeket az alkotók által készített képeket, fotósok által készített képeket nézegetjük, akkor gyakorlatilag bekeríthetjük magunkat ebbe a történetbe. Miért? Mert az emberi elme úgy működik, hogy ha lát valamilyen típusú képsémákat, egész egyszerűen azokat fogja elkészíteni. A tanulási folyamatunk, a nyelvtanulásunk is olyan, valamilyen sémák szerint a szüleink beszéltek, és valamilyen sémák szerint a tanáraink képeket készítettek, valamilyen sémák szerint ezek a fotográfia történetében szereplő alkotó képeket készítettek. És ezeket a sémákat, ezeket nagyon hasznos elsajátítani. Iszonyatosan jó érzés, ha az embernek története van, nem véletlenül mesélnek egymásnak az emberek. Nem véletlenül mesélünk egymásnak. Képzeld, az történt velem, hogy szükségünk van a történetekre. Fotósként szükségünk van a fotográfia történetére. Egész egyszerűen elhelyez minket. Egy olyan biztonságérzetet kapunk, hogy ho-ho, hát itt van egy sztori. Itt van egy egész elképesztő, nem is tudom hány kötetes regény folyam. És én itt ülök az adott esetben a szobámban, fotós akarok lenni, vagy sétálok a Dunaparton, vagy a Tiszaparton, fotós akarok lenni, és akkor azon gyötrődöm, hogy na jó, de mégis mit csináljak, meg hogy legyen.
Tehát igazából egy olyan megnyugtató dolog, hogyha az ember a fotográfia történetét vizsgálgatja fotósként, és az én szempontom is egyébként a fotósé, sokkal inkább nem vagyok művészettörténész, nem vagyok esztéta, leginkább vagyok fotós, és leginkább vagyok tanár, és gyakorlatilag ezekben a tevékenységeimben a fototörténet tanulmányozása engem határozottan megnyugtat, határozottan orientál, és azt érzem, hogy ahhoz képest, ha már van egy történet, ahhoz képest már én is el tudom helyezni magam valahogy. Tehát gyakorlatilag nem azért kell a fotográfia történetét ismerni, nem azért kell fotósok albumait lapozgatni, hogy aztán, nem tudom, egy kvízben millió forintokat nyerjek, persze az sem rossz, hanem azért kell, mert egész egyszerűen így épülök, és így leszek egy olyan alkotó, aki gyakorlatilag azt érzi, hogy neki van egy története, ő bekapcsolja magát ebbe az áramba, és ez az áram ráadásul nem is provinciális. Tehát ez az áram, gyakorlatilag ez az áramlat, ez egy ilyen globuszra van ráírva. És ma, ha már a Facebook nevű mocsarat emlegettem, gyakorlatilag akkor így nem is arra gondolok, hanem inkább gondolok a World Wide Webre, tehát gondolok az internet általi nagyon gyors elérésünkre, hogyha én kíváncsi vagyok mondjuk a kínai fotográfiára, ha én kíváncsi vagyok az afrikai fotósokra, akkor nagyon hamar el fogok jutni olyan ösvényeken, eredményekig, amivel még azt is be tudom kapcsolni. Tehát valójában nekünk, tehát hogy a fotótörténetére nem úgy kell gondolnunk fotósként, képkészítőként, hogy ez egy ilyen történelem óra, és jaj, az már gimiben is nagyon meggyötört, hanem úgy kell gondolni, hogy az egy nagyon jó dolog. Gyakorlatilag az, ami mezőnk, egy nagyon széles, gyönyörű mező, amin így sétálsz, és így, és gyakorlatilag nézed ezeket az alkotásokat. És térjünk is rá, mindig a konkrétumokban, így a gyakorlatban könnyebb elmesélni, átadni azt, hogy adott esetben én például miért nézek képet, miért az a kép a kedvencem, ami a kedvencem, mert ráadásul nektek is, hogyha képeket fogtok nézni, meg már biztos néztek is rengeteget, és talán hasonló élményetek volt már, hogy de jó, hát rátaláltam valakire, aki úgy fotóz, ami, vagy hasonlít ahhoz, amit így én is gyakorlok, vagy rátaláltam valakire, aki nekem egy ilyen idol, lehet megcsillan egy ilyen lehetőség, hogy hű, ez nekem fontos, nekem kellenek valamiért ezek a képek, nekem gondolkodnom kell ezeken a képeken. Tehát ahogy sétálunk ezen a mezőn, így fel fognak tűnni bizonyos virágok, meg bizonyos bokrok jobban tetszenek, mint más bizonyos fák. Hogy ez a hely a világban, ez szubjektív lesz. Tehát nekem is van az évek alatt tanulmányozott fotográfia történeti időtöltéseimből már egy saját fotótörténetem. És én ebbe tudlak titeket beavatni. Tehát azt gondolom, hogy a fotográfia történet is addig él, meg minden történet addig él, amíg lesznek olyan hajlandó emberek, olyan elmék, szívek, lelkek, akik azt mondják, hogy igen, én ezzel tudok mit kezdeni. Ez bennem él. Ezt én éltetem, és ő éltet engem. Tehát ezek tényleg ilyen szuper elfoglaltságok, és valami ilyesmi egyébként, amiért így jó a földbolygón lenni, hogy az embernek ilyen értelmes tevékenységei legyenek, és ez például így elég értelmes, mert történetbe kapcsol minket, és ráadásul a történeten belül lesznek nekünk ilyen saját kis novelláink, meg saját kis verseink, meg ilyen haikuéink, mindegy melyik műfajt mondom így az irodalmi párhuzamokban. És hogy visszakanyarodjak oda, hogy ugye arról volt szó, hogy gyakorlati szempontból könnyebb így rávilágítanom arra, hogy mit ad nekünk egy kép. Ugye onnan indultunk, hogy miért készítem el ezt a képet, tanakszom valamin, képeket szeretnék készíteni, de hogy így hova nyúljak. Itt van előttem egy ember, mit csináljak vele? Ugye mindannyiunk számára ismerős az a szituáció, hogy egy portré alany így megjelenik, és akkor így, vagy hát nem megjelenik jó esetben, hanem hogy ez egy ilyen előre leszervezett szituáció, és ott vagyunk,
kamerával a kézben, minden rendben van, na oké, de mi lesz a képpel, tök jók a fények, tök jó a modell, én jól vagyok, akarom csinálni a képet, na de minek és miért? És gyakorlatilag a fotográfia történetéből kiválasztott képek alapján nagyon sok ötletem lesz. Hogyha a képek alapján ágyazok meg ezeknek a fotózásoknak, akkor egész egyszerűen én is azt fogom gondolni, hogy ezt én is ki akarom próbálni. Ezt vajon hogy tudom elérni? A legnehezebb dolog, amikor egy ilyen stúdiumban, egy bármilyen iskolában tanul az ember, és akkor kap egy olyan feladatot, hogy akkor tessék elkészíteni ezt a Richard Avedon képet. Nagyon nehéz, nem lehet. Nem lehet ugyanezt megcsinálni soha. De lehet közelíteni hozzá, és itt sosem az a lényeg, hogy ugyanaz a kép elkészüljön, hogy ez egy ilyen másolási szituáció, hanem az a lényeg, hogy ez egy ilyen tök komoly processz így belül, hogy oké, vajon ő miért csinálta ezt, hogy érte el technikában. Igen. És hogyha én eljutok oda, hogy vajon az Avedon ő ezt akarta mutatni, akkor már tudom instruálni a modellemet is. Tudok próbálgatni egy csomó mindent, iszonyatosan szuper tanulási folyamat. De biztosan voltatok már egyébként ilyen helyzetben. Szóval térjünk oda-vissza. Portréfotózási szituáció, és itt a modell, és nekem ott van az a kín, hogy mit kezdjek vele, és a modell azt mondja, hogy de hát mondd, hogy mit tegyek. Ugye erre akartam utalni, amikor belekezdtem ebbe a gondolatmenetbe, hogy van ez a helyzet, hogy mondd, hogy mit tegyek. És akkor, ha nekem a fejemben van mondjuk néhány Julia Margaret Cameron kép, néhány Nadar kép, néhány Richard Avedon kép, néhány Arnold Newman kép, hogy csak így soroljak nagy portréfotósokat, nagynak mondott portréfotósokat, akkor bizonyára azt is tudom mondani, hogy mit nem akarok, és azt is tudom mondani, hogy mit szeretnék viszont, mi felé szeretnék elindulni. És aztán azt is tudjuk, hogy mindig csak azt kell kitalálni, hogy mi felé szeretnék elindulni, mert úgyse az lesz, amit én akarok, mert ez nem így működik. Az élet az sokkal izgalmasabb és kiszámíthatatlanabb, és egy olyan, amikor már benne vagyunk ugye a flow-ban egy fotózáson, akkor olyan képek lesznek, hál' Istennek, amire nem is gondoltunk előtte. És ez valószínűleg ezért csináljuk mindig ezeket a sessionöket, vagy ha engem kérdeztek, akkor én ezért szerettem csinálni, mert utólag nézegetve a képeket, mindig az a legjobb kép, amire azt mondom, hogy ezt én csináltam, ekkor ott. Mi történt itt? Mi változott meg az összes többihez képest? Na, hát ezek a rejtélyek az összes többi kép esetében is fennállnak. Ha előveszem az első konkrét példámat, és azt mondom, hogy nézzük meg egy Julia Margaret Cameron portrét a viktoriánus korból, Angliából, mégpedig ezt a prezentációban szereplő képet. Ennek a képnek címe is van. Ugye a fotó történetben nagyon sok esetben a képek címe nem fontos. Nem csak azért, mert nagyon nagy szelete a dokumentarista fotográfia a fotótörténetnek, hanem valahogy egészen más a hagyománya, mint a festészetnek. Tehát sokszor a kép egy magazin oldalán szerepel, hogyha most a divatfotós fotóhasználatot nézem, vagy a reklámfotót, és ott gyakorlatilag nem él meg, nincs, tehát nem releváns, hogy ott szerepeljen egy cím. A Julia Margaret Cameron életművében szereplő képek azonban szinte minden esetben címmel voltak ellátva. Hát ő egy olyan korban élt, amikor a fotográfia az valóban még így nagyon-nagyon a történetének az elején van. És nincs az kimondva, hogy a fotográfia az lehet művészet is, az lehet reklámfotográfia, az lehet sportfotó vagy riport. Gyakorlatilag itt még egy ilyen új médium, ami megjelenik, és nagyon keveseknek adatik meg, hogy legyen egy nagy fakamerája állványokon, hogy legyen hozzá nedves, kollodiumos, eljáráshoz szükséges üveglemez, ahhoz érzékenyítő és egy csomó minden nyersanyag. Az ő számára a megadatott. Ő egy 10 gyermekes édesanyja,
gyakorlatilag egy úri nő, aki ajándékba kapja ezt az egész szettet a családjától, és elkezd vele bíbelődni. Úgy passzióból, hobbiként, tevékenységként. Úgyis a születésnapján valami ilyesmit lehet olvasni itt a feljegyzésekben, hogy a mama legalább valamivel ugye elfoglalja magát. Hát annyira elfoglalta magát a mama egyébként, hogy az életművet, amikor így felfedezték és így beemelték a fotográfia történetébe, hát azóta így elképesztően sokszor halljuk azt, hogy ő így elsőként, tehát hogy a fotográfia története is épp születik, de a Julie Margaret Cameron gyakorlatilag úgy lép bele ebbe a történetbe, mint hogyha most 2021-ben valaki azt mondaná, hogy én egy alkotóművész vagyok, és én művészettel, vagy művészetnek szánt fotót akarok készíteni, és a művészetnek szánt fotót, azt így és így, és ezek mentén a formanyelvi pályák mentén fogom elkészíteni. Tehát elképesztően tudatos, elképesztően így, vajon ez hogy van? Tehát mondhatunk olyat, hogy egy zseni. Mondhatunk olyat, hogy igaziból adott volt az, hogy nedves kollodiumos eljárással dolgozott, annak a kollodiumos eljárásnak adott volt a technikai attitűdje, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy van egy üveglemez, amire felöntesz egy emulziót. Az az emulzió az üveglemezen nagyjából 15 perc alatt szárad meg. És ez alatt a 15 perc alatt kell fotografálnod, előhívnod, fixálnod. Tehát az egész folyamat így egyben volt. Ugye a fotó története az analóg fotográfiában gyökerezik, ott onnan indul, onnan jut el oda, hogy ma gyakorlatilag felkapjuk a telefonunkat, és úgy is készítünk képeket. Tehát, hogy sokkal jobban kötve volt az anyaghoz, sokkal jobban kötve volt ezáltal a hibákhoz. Ugye tudjuk, hogy mennyit lehet hibázni. Olyan mértékben más jellegű volt ez a technológia, amit sokszor így el sem tudunk képzelni, és csak ránézünk egy fototörikönyv lapján egy ilyen reprodukcióra, hogy kicsit elkezdesz így a mélyére ásni. Ugye mindig kell egy ilyen kutató munka azért, tehát hogy mindig kell egy érdeklődés, valami motiváció, és nyilván téged lehet, hogy pont nem ez az Ophelia kép húzna be, mint ahogy engem behúzott. Majdnem mindegy, hogy mi húz be. Az a lényeg, hogyha valami behúz, és egy kicsit így utána olvasol, akkor rájössz, hogy mennyire fontos az, hogy milyen típusú technológiát választasz egy adott kép elkészítéséhez. Egy ilyen alapvetés mondjuk a fotográfiában, hogy veszel egy digitális gépet, mondjuk nem a telefonoddal fotózol, és akkor ott van egy ilyen 100-as ISO. Bármilyen suliba elmész, azt fogják mondani, hogyha jót akarsz magadnak a 100-as ISO-tól, ne nagyon moccanj el. Nyilván ez mind afelé sodor téged, hogy azt mondod, hogy igen, a technikailag tökéletes képet akarom elkészíteni, mert valóban az mindig nagyon fontos, hogy a technikát így bírjam. Tehát én tudjam, hogy a 100-as ISO az így jó lesz. Most, hogy ne azért lesz jó, mert nem lesz a kép zajos. Hogyha ugye mondok egy ellenpontot, egy 3600-as ISO-ra állított digitális géppel, tételezzük fel, hogy egy viszonylag régebbi gépfázról van szó, elkészített képanyag, hát az azért na. Tehát, hogy ott olyan mértékben hozzáad a pixel jelenléte a képhez, ami sokszor zavaró számunkra, mert gyakorlatilag egy nagyon szabályos rácsozat. És az ember az egy organikus lény a földbolygón, és ezekkel a szabályos rácsozatokkal a képen nincs olyan jó barátságban. Míg hogyha egy analóg nedves kollodiumot mondjuk nagyítanánk nagyon-nagyon nagy mértékben, és kivágnánk belőle egy kicsi részt, és feltűnővé válnának a szemcsék, az ezüst szemcsék, amik ott a képalkotó pixelnek megfelelő képalkotó legkisebb egységek, akkor azt mondanánk, hogy mi ezzel a baj? És miért mondanánk ezt? Mert az organikus szóródása, egész egyszerűen az jól esik a szemünknek, az a típusú zaj. Na most, térjük vissza oda, hogy a Julia Margaret Cameron ezzel a nedves kollodiumos eljárással dolgozik. Kicsit utána olvasok. És észre fogom venni, hogy mennyire
adott esetben szolgálja mondjuk ez a nedves kollódium azt a hatást, amit én el akarok érni. Nézzük meg ezt a Julia Cameron portrét, amit már említettem, hogy Ophelia a címe. Ugye már beránt oda, hogy azt mondom, hogy oké, Ophelia, ki is volt ez az Ophelia? Van ez a Hamlet nevű figura, a főhősnek a szerelme, és mindannyian láttunk már ilyen Ophelia feldolgozásokat. Ugye ez egy öngyilkosságot elkövető fiatal hölgy, ez az Ophelia. És akkor nyilván, hogyha már van egy ilyen címe, akkor utána nézek, hogy jó, akkor megvan a történet hozzá. És akkor miért akarok én egy ilyen Ophelia című képet nézegetni? Hát lehet, hogy mondjuk én azért akarom, mert engem, személy szerint engem, ugye szó volt már arról, hogy mindenki kialakítja a saját szubjektív fotótörténetét így az évek alatt. Miután megtudtam azt, hogy ez az Ophelia, ez egy milyen történet. Utána megtudtam azt, hogy a Julia Margaret Cameron mikor élt, és hogy fotózott, és miért fotózott. Hát rajongott. Mondjuk azt, hogy ezek mindig így azért visszavezethetők oda, és mindannyiunknak vannak sajátos szenvedélyei. Neki is az volt a szenvedélye, hogy szerette ezeket a Shakespeare drámákat, és elképzelte. Ugye, hogy ki ez az Ophelia, mi játszódik le benne valójában, mi az, ami őt az őrületbe hajtja, mi az, ami őt ahhoz a végponthoz hajtja, hogy így nem lehet tovább élni a földbolygón. És akkor adott ez a viktoriánus korabeli 50-es éveiben járó asszony, aki 10 gyermeket már felnevelt, és rajong ezért a figuráért, meg akarja jeleníteni, és akkor azt mondjuk, hogy itt látunk egy ilyen teljesen életlen felvételt. Miért jó nekünk az, hogy kiégett foltok vannak rajta? Miért jó nekünk az, hogy ez az egész ilyen exaltált? Hát azért jó, mert az egész sztorit így tudja mutatni. Tehát, hogy semmi valószínűleg köze nem lenne annak az Ophéliának, ahhoz, aki egy ilyen teljesen rendben lévő tűéles képen így belemosolyog a kamerába, és így a szemfókusz is rendben van, ugye? Tehát, hogy ott valahogy így azt éreznénk, hogy ez így hamis. Tehát ez biztos, hogy nem egy Ophelia. És minden kép esetében el lehet egyébként menni ennél még sokkal mélyebb tapasztalásokig. Mert igazából tényleg mindig az a lényeg, hogy vagy legalábbis, tehát hogy nyilván megszállottság is kell hozzá, de hogy számomra így mindig az a lényeg, hogy egy-egy kép mögött mi minden van, én mi a csodáért álltam meg annál a képnél. Hát valószínűleg ez a típusú technikai hibázás, és azért mondtam, hogy ez a hölgy, ez annyira olyan, mint hogyha 2021-ben nyilvánulna meg fotósként, mert most indul a fotográfia történet, még pont arra törekszünk, hogy éles legyen az a kép, hogy a kontraszt rendben legyen, hogy legyen részletgazdagság benne, tehát hogy a technikailag tökéletes képre törekszünk, hisz mutatni akarjuk, hogy a mindenféle akadémiáknak ez egy ilyen tudományos dolog is a fotó ebben a korban, hogy nézzétek, tehát így lehet megragadni egy ilyen kamera obszkúrában létrejövő felvétel, tehát hogy ez a jó kép. És akkor jön egy nő, ráadásul egy ilyen műkedvelő, aki azt mondja, hogy de hát a hiba a legizgibb dolog a világon. Hát rontsuk már el, mert borzasztóan szabad, mert borzasztóan játékos és borzasztóan kreatív. És észreveszi, hogy használható a médium nem csak arra, hogy ezt a szuper gyönyörű élességet elérjem, ezt a tökéletes részletgazdagságot elérjem. És akkor így nagyon sokszor támadjuk azt, amikor valaki hibát követ el, vagy magunkban is azt mondjuk, hogy jaj, csak nehogy minél kevesebb hiba legyen ezeken a képeken. Hát szerintem vegyünk bátorságot, és mondjuk azt, hogy mi lenne, hogyha nyitnék egy picit ezeknek az alkotóknak a hatására. És akkor azt fogom észrevenni, hogy te jó ég, egészen más képeket csinálok. Eddig azt hittem, hogy én ilyen képeket csinálok. És akkor így rá fogok arra döbbenni, hogy ho-ho, a médium felfal engem. Mint alkotót. A médium, az gyakorlatilag megfogok fotósként, én egy Yashica típusú fényképezőgéppel, egy tüköraknásgéppel nagyon szeretek dolgozni. És akkor viszem mellé mondjuk a DSLR kamerámat, a digitális kamerámat. És elkészül mind a kettővel ugyanaz a kép, ugyanarról a szituációról. Hiába csináltam én ugyanazzal a szerzői intencióval azt a két képet, a két kép köszönő viszonyban nincs egymással. Persze egy kicsit úgy hasonlítanak,
de nagyon más lesz a kettő. Tehát, hogy rá kell jönnöm arra, hogy egy kicsi alázat az úgy jól jön, ha van a táskámban, meg a zsebemben, és azt úgy elő tudom venni azt a kártyát, és azt tudom mondani, hogy ezzel a géppel egészen más képeket csináltam. És akkor azt is, a fotográfia történetére is egy idő után úgy kezdünk majd nézni, hogy jó, Julia Margaret Cameron rajongott a Shakespeare drámákért. Meggyőzte egyébként ez a család tagjai, tehát nem hivatásos színészekkel játszatta el ezt az Ophéliát, tehát hogy egy idő után már rettegtek a szomszédai, és állítólag az ablaka alatt így Google-ba mentek, hogy csak be ne hívja őket egy fotózásra, mert ez egy napokig tartott, amíg a tökéletes Ophéliát ő át nem adta, meg az a kollodiumosan öntött üveglemez, az nem mutatta azt a Cameron asszonynak, amit ő látni kíván. Tehát gyakorlatilag arra hív fel, arra a játékra a fotográfia története, hogy egy kicsit meg kell vetni a technikát. Imádni, nagyon jó, de ha egy picit így azt mondod, hogy ez nem minden. Én próbálok meg egy picit, ugye, a emberként próbáljak már felülemelkedni a technikán. Ez csak egy ilyen képlet. Minden kamera egy képlet. És hogyha a képletet kibogoztam, akkor fogom tudni, hogy ezt a kamerámat erre a projektre fogom használni, azt meg arra. És gyakorlatilag egyre gazdagszik ez a tárház, ahogy az ember egyre több ilyen dolgot kipróbál. És a Julia Margaret Camerontól azt tudom tanulni, hogy direkt ellenébe menni mondjuk a technikának. Ő egy tyúkolban rendezte be egyébként a fotoműtermét. Az a tyúkol, ez nem egy napfényműterem. A kamera maga ugye állványon van, de mivel egy tyúkolban el tudjuk képzelni, egy darab bejáratot azt úgy meghagyott, onnan árad be a fény, de néha még azt is így lefüggönyözte, hogy csak a beszűrődő fények legyenek. Azt mondják sokan, akik így a Cameronnak az életművét tanulmányozzák, hogy emiatt, az iszonyú hosszú záridő miatt, ugye, azt nem tudom, hogy mondtam, hogy ez a nedves kollodium, ráadásul a 100-as ISO-hoz képest képzeljük azt, hogy mondjuk 3 ISO mértékegységben, akkor mondjuk mennyire hosszan kell exponálni? Nagyon. És akkor ő még azt mondja, hogy erre még rájátszok, mert tetszik nekem ez a festőiség. A tyúkoljában, nagyon hosszú záridővel azt a technológiát, ami a legtökéletesebb élességet és részletgazdaságot tudná produkálni, azt a technológiát nagyon szabadon, játékosan arra használja, hogy teljesen életlen képeket készítsen, hogy a képein legyenek kiégett és bebukott részletek. A Cameron nem tesz mást, mint ezt a RAW file utólagos processzálását, azt megcsinálja így ebben a felvétel technikában. Tehát azt mondja, hogy nekem kell a nagy kontraszt. Vannak olyan mondatok, amik néha az embernek így beégnek a kognitív térképére, és volt egy ilyen mondata az egyik tanáromnak, és ez egy rajzóra hangzott el egyébként, nem egy ilyen fotós órán, hogy a kontraszt, azt jegyezzétek meg, gyerekek, vannak a tanárok, akik szeretnek ilyen szentenciákat mondani, hogy a kontraszt az mindig kell. Mindegy, hogy milyen kontrasztot raksz abba a képbe, lehet az ilyen témabeli, de lehet az árnyalatokra vonatkozó kontraszt. Egész egyszerűen a látvány az olyan szinten így megkapó lesz, hogy azt fogom mondani, hogy hű, ez erős, ez jó, ez valamiért engem behúzott. Sokszor már bebizonyosodott, hogy ez működik. Tehát a Julia Margaret Cameron valahogy, persze mondhatjuk azt, nem szeretem, hogy így ösztönösen ráérzett, mert ez azt sugallja, hogy mintha lennének ilyen köztünk élő zsenik, akik úgy pottyantak ide a földre, hogy ők ösztönösen mindig érzik a jót. Én valahogy inkább azt látom, hogy aki nem ösztönösen érzi a jót, annak muszáj dolgoznia a jóért. És sokszor azok, akik így nagyon szorgalmasak, és nagyon sokat tesznek a dologért, mint egy Julia Margaret Cameron, tehát hogy ő úgy érezte ösztönösen a jót, hogy napokig tartottak ezek a sessionök, mire egy Ophélia megszületett. Tehát, hogy oly mértékben próbálta újra és újra, és csak nézte, hogy mi van, tehát csinálta. Tehát, hogy egy másik ilyen jó kis szentencia egy másik tanáromtól az csak annyi volt, hogy do it. Minden nap csinálj egy képet.
Ezen a táblán egyébként egy másik kép is szerepel, és egy Nadar esetében, ugye a két figura, Julia Margaret Cameron egy brit hölgy, a Nadar egy francia úriember, mind a kettőjükben közös az, hogy nem csak a Cameron nem csak ilyen drámai hősöket jelenített meg a Shakespeare drámákból, hanem kora híres embereit is fotózta. Mindketten fotózták koruk híres embereit, tehát mindkettő életműből felmutathatóak ilyen arcképcsarnokok. És mégis, az egyik így, a másik pedig úgy fotózta. Most jobb az egyik, a másiknál, mint a kettő úgy, ahogy van. Hát azok a britek, azok ezt kapták, ezt a Cameron asszonyt. Kedvenc történetem a Cameron asszony egyik fotózásáról egyébként az, amikor egy tudós embert úgy fotóz le, aki megérkezik erre a bizonyos meghívott fotózásra, ilyen szép frizurával. És akkor a Cameron azt mondja, hogy ez így nagyon nem lesz jó. Tehát, hogy ilyen jól fésülten, egy ilyen elmével bíró ember, hát azonnal mossuk meg ezt a hajat, és szárítsuk meg újra, de úgy, hogy ilyen bozont legyen. Azt gondolja, hogy a kép az kifejezésre is való, nem csak dokumentálásra. Tehát ez a Sir John Herschel, akivel megtörtént ez az eset, aki annak a képnek a modellje. Neki az az ötlete támad, hogy egy olyan lobonc, egy olyan bozont kell ehhez, ami ezt majd megsegíti. Tehát olyan icipici dolgokkal tudunk üzenni, és mindenképp mindig üzen, hogy gyakorlatilag tényleg ezért érdemes ezeket a képeket nézegetni. És akkor menjünk vissza egy kicsit a Nadarra, akiről eddig még kevesebb szó esett, aki Franciaországban működtet egy, hát nem egy tyúkolat, neki igazi napfényműterme van, egy harmadik emeleti, egy ilyen palotában, és gyakorlatilag az egész épület azt szolgálja, hogy ezek a tökéletes képek elkészüljenek. Azáltal, hogy ő meghatározott egy brandet, és azt mondta, hogy a Nadar típusú portré az ilyen, az tűéles, az általában fél alak, abban nagyon fontos, hogy milyen a drapéria az emberen, nagyon fontos, hogy a kéz az hogyan van használva, és nagyon fontos, hogy az a tekintet, az úgy meg az a fej, az hová van elforgatva. Az ő brandjében sokkal inkább van egy ilyen dokumentatívabb jelleg, egy ilyen klasszikusabb portréfelfogás, így ezt mondanánk, ugye? A klasszikusabb portréfelfogásban rendelek egy portrét magamtól, besétálok egy, nem magamtól, magamról, besétálok egy stúdióba, és azt mondom, hogy szeretnék egy olyan portrét, amit én majd ide és oda teszek és használom, úgyhogy engem felismerjenek, és én saját magamat szeretném játszani azon a képen, bármennyire nagyon sokféle saját magam van, mégiscsak kialakítottam egy imidzset, amit így használok a hétköznapban, ami adott esetben mondjuk kötődik a munkámhoz, és én azt az imidzset akarom oda tenni arra a fotóra. És gyakorlatilag már megint ez a két példa, ez a dualitás is megmutatja azt, hogy nekem fotósként a kettő között is még mennyi lehetőségem van arra, hogyha felkérnek engem egy ilyen portréhelyzetre. Térjünk akkor vissza a rét és a mező metaforához, vagy nézegessük tovább ezeket a növényeket. Ugye eddig beszélgettünk portréfotósokról, vagyis én beszéltem portréfotósokról, a Cameron asszonyról és a Nadarról. Most szeretnék két divatfotósról beszélni. Megint csak nem fontos a történetiségben valószínűleg, hogy ki az, aki előbb volt, vagy ki az, aki úgymond megágyazott a másiknak, mert a Cameron Nadar esetében is látjuk azt, hogy hiába a Cameron gyakorlatilag akkor kezd fotózni, amikor az egész fotográfiai műfaj még így keresi a műfajának a határait, meg az attribútumait, és már is egy ilyen nagyon vagány hozzáállással lép be ő ebbe a történetbe. De sokszor azt fogjuk látni, hogy a kortársaink néha klasszikusabbak, és esetleg régebbi korok fotósai meg sokkal progresszívebbek, előremutatóbbak. És erre megint csak jó példa, mint ahogy a Julia Margaret Cameron a portréfotózásban gyakorlatilag egy ilyen hiba esztétika mentén készítette a képeit, a divatfotográfia történetét azt az Edward Steichen nevű fotográfussal szokták így elkezdeni. És a Steichennek az előző élete az volt, hogy neki voltak már grafikai előtanulmányai. Na most, akinek vannak grafikai előtanulmányai, annak valószínűleg van valami fogalma a képről, van valami fogalma a tónusokról, van valami fogalma arról, hogy vannak képhatárok. És gyakorlatilag ceruza papír helyett, vagy szén és papír,
helyett és mellett bejön egy ilyen fényképezőgép a képbe, egy egészen más médium, és akkor azt veszük észre, hogy nagyon jól használja. Tehát, hogy egyébként a művészet történetében is van egy ilyen kérdés, hogy a művészetek azok együtt állnak, teszik fel sokszor az esztéták ezt a kérdést, vagy így nagyon külön vannak, és így nagyon más a grafika meg a fotó, nagyon más a festészet meg a fotó, nagyon más az építészet meg a fotó, vagy azt mondjuk, hogy hát azért ők ugye együtt vannak, lehet bennük hasonlóságokat találni, és van átjárás a különféle ilyen műnemek között. És akik azt mondják, hogy így együtt vannak ezek a különféle művészeti ágak, hogy valahogy mégis úgy egytőről fakadnak, azok sokszor a múzsák körtánc képét hozzák be, így a régi ábrázolásokról, hogy hisz azok a múzsák is úgy együtt voltak. Nem véletlenül ábrázolták őket úgy, hogy ők így fogják egymás kezét, vagy valahogy együtt játszadoznak egy ilyen réten, vagy valamit ezek a múzsák ott együtt buliznak. Tehát, hogyha a múzsák együtt buliztak, akkor miért ne bulizhatna együtt a grafika és a fotó ugyanabban a, nem tudom, szobában? Tehát, és azt látjuk egyébként sokszor, majd lesz olyan portréfotográfusnak is képe, amit fogok mutatni, aki szintén a grafika felől jött a fotó területére, és nagyon meghatározó az, hogy egy grafikus megint csak, ahogy egy Cameron, ugye őről azt mondtuk, hogy ő egy ilyen műkedvelő asszony, egy idősebb asszonyság, akinek nincs olyan tét a munkáiban, hogy ő neki most be kell futni a művészként. Ráadásul nem is volt még művészetként elismerve a fotográfia akkor. Tehát, hogy megint csak azt látjuk, hogy indul egy ilyen friss ág, ez az úgynevezett reklámdivat, tehát az eladás, az alkalmazott típusú fotográfiának az egyik ilyen ága megjelenik, és gyakorlatilag azt látjuk, hogy ez a grafikai tanulmányokat folytató figura, ez így nagyon tudja ezt, nagyon bírja ezt a műfajt. Most mi történik itt? Nézzünk meg megint egy konkrét képet az Edward Steichentől. Ennek a képnek címe is van. Valóban már erről volt szó, hogy nagyon sok fotónak nincs címe, majd a mellette lévő kép, amiről beszélek, annak valóban nincs is így címe, mint ennek. Ennek van egy címe, a Gloria Swanson méghozzá a címe, tehát gyakorlatilag meg van említve maga, a modell nevesítve van. Csak úgy, mint a Cameronnál és a Nadarnál, a képnek azért van címe, mert hogy portré típusú fotográfia ebben az esetben is, és portré típusú fotográfia esetén abszolút így adekvát, hogy ott szerepel, hogy ki is az, aki rajta van ezen a felvételen. Na most ezen a képen megint csak ehhez a képhez is közelítsünk úgy, mint az előbb a képekhez, hogy mi az, amiért engem behúz ez a kép, és mit ad nekem ez a kép, mit tudok tőle tanulni. Itt van egy nagyon izgi dolog, hogy azt látom ezen a képen, hogy van egy női fej, ráadásul ez a fej ez kitölti így a teljes képmezőt. Tehát, hogy így képszéltől képszélig, kb. Egy fej van, fent van vágva, lent így az áll alatt így véget ér egy kép. Most ez megint csak, hát nagyon merész. Tehát gyakorlatilag az, hogy a fotó ilyen mozgékonnyá teszi a képnek az elkészítőjét, az egy ilyen típusú képben is tetten érhető, de ez persze nyilván ismerni kell a fotónak a történetét is. Tehát már itt van egy ilyen tök bátor hozzáállás, hogy lehet ilyet? Lehet. Jó? Úgy tűnik, igen. És akkor az még itt egy ilyen plusz képelem, hogy gyakorlatilag berak egy analóg léjert, ez az Edward Steichen, ez elé a női arc elé. Tehát már egy ilyen pattern van egyrészt, és mögötte van egy női arc. Tehát gyakorlatilag úgy teszi ilyen síkszerűvé ezt a fejet, ami egyébként ugye egy ilyen szobornak a tömegét mutatja, mert egyébként nagyon szépen be van világítva, és érezzük, hogy ez a fej ez így fordul, ez nem egy lapos maszk, ez tényleg egy ember, aki ránk tekint, legyen az egy kép, vagy egy ilyen élő szituáció, amin festett mintázat van, az gyakorlatilag egyidős az emberiséggel. Nagyon sok mindent megidéz egy ilyen, és hogyha sokáig nézel egy ilyen arcot, amin van egy ilyen pattern, egy ilyen mintázat, akkor az már több annál, mint a Gloria Swanson. Tehát ez már nem csak a Gloria Swanson, hanem ez már valami sokkal kitágultabb időről számot adó felvétel. És gyakorlatilag csak annyi történt, hogy ez egy ilyen kísérleti fotó, és azt mondja az Edward Steichen, hogy kipróbálom, hogy itt ebben a portré szituációban
Én beteszek egy ilyen fájtlat, egy ilyen kifeszített tült az arc elé, és ez mit hoz? Ugye a fotóban tényleg már említettem, hogy iszonyatosan könnyű ezeket a kísérleteket elkövetni, és mondjuk még akkor is, hogyha ezek régebbi technológiák, és az Edward Steichen is, hogyha megnézzük, vannak tök jó felvételek arról, hogy hogyan dolgozik ő a műtermében, egy ilyen nagy kihúzatos kamerával dolgozik, állványon van a kamera, tehát hogy lassabb a processz, mint ma nekünk a telefonunkkal, vagy a DSLR-ünkkel, vagy a Miltz gépünkkel elkészített fotókban, nem tudom, ezek a javítások, de akkor is sokkal gyorsabb, mint egy festmény esetében. Tehát, hogy bátran megengedheti magának, hogy az egyik lemezen, mondjuk a Gloria Swanson arca előtt van egy ilyen tül, a másik lemezen pedig nincs egy ilyen tül. Ráadásul, hogy a divat fotográfiában nagyon fontos, hogy a drapéria az hogyan jelenik meg a képen, megjelenik-e. Ugye azt is tudjuk, olyan is lehet, hogy egyáltalán nem jelenik meg. A hiány, az is egyfajta üzenet. És akkor már megint, akkor meg az akt műfaján belül érdemes tájékozódni. És ugye ezek mind klasszikusan festészettől átemelt, és azt kitágító fotográfiai törekvések. Tehát, hogy akt a mai napig egy műfaj a fotóban, a portré a mai napig egy műfaj egy fotóban. A drapéria és a figura az a festészetben ugyanúgy van, mint a fotóban a mai napig. És gyakorlatilag ez, hogy ez a, van egy ilyen csak egy arc, ami elé odahúztunk egy drapériát, ez egy tök jó kis játék azzal, hogy gyakorlatilag ez most akkor egy portré? Vagy ez egy divatfotó? Mi ez a drapéria ehhez a nőhöz képest? És ez hogy van? És mivel a fotó az egy ilyen sík felület, ráadásul, még az is külön izgi, hogy te felvételtechnikában megcsinálsz egy olyan játékot, hogy már ott ezt a síkszerűséget egy kicsit így fokozod előre. A másik fotó, amit ezen a táblán láthatunk, itt a Gloria Swanson mellett szerepel egy korban hozzánk sokkal közelebb álló fotó és fotós. Ezt a fotóst úgy hívják, hogy Richard Avedon. Ezt a fotóst mindenki ismeri. Na, mi történik itt a drapéria, a figura, meg a portré, meg a divatfotó viszonylatában a Richard Avedonnál? A Marlon Brandot látjuk a képen. És a Richard Avedon egyébként egy nagyon izgi fotográfus, akinek a mozgás az nagyon fontos komponensa az életművében. Ugye eddig láttuk a kamerán azt, hogy nála ez a hosszú záridős, eléletlenedős, hibázós, kifejezésre törekvő fotó volt. A Nadárnál már láttunk példát arra, hogy legyen éles a kép, legyen részletgazdag a kép, dokumentálja azt, aki ott van, mutassa azt olyan klasszikusan szépen, a test elhelyezésre nagyon odafigyeltünk. Itt az Edward Steichennél most egy ilyen inkább szélső példát hoztam a Gloria Swanson portréjával, de ott is ott azt mondom, hogy ott is nagyon fontos a kompozíció. Hogyha a Steicheni életművet nézzük, akkor neki az, hogy így patika mérlegen vannak kiszerkesztve a kompozíciói, majd még mutatunk ilyen képeket, amikor láttok olyat, hogy bizony ott a műteremben az, ami picit belóg, az nem véletlenül lóg be picit, mert az még oda nagyon kell, és ebben tetten érhető az ő grafikusi előélete, hogy a grafikusoknál is ez a komponáltság, amikor csak oda helyezek még így egy ilyen kis grafikai elemet a képre, az általában tudatosan van, és az egész képnek az együttállását fogja szolgálni. És nem véletlen az sem, hogy itt van egy ilyen grafikusi, kvázi ilyen cizelláltan, ugye a Gloriának az arcára így rá van festve ez a kis csipke. És akkor a Marlon Brandós ábrázolásban, bár nem érhető úgy tetten a mozgás ábrázolás, ahogy az Avedonnál így klasszikusan sokszor tetten érhető, hogy maga a modell ugrik, táncol, korcsolyázik, stb. Tehát, hogy mozgásban van. Neki a kamaszkori szobája, az többek között Martin Munkácsi képekkel és Menray képekkel volt így szétplakátolva, és a Martin Munkácsi volt egy olyan divatfotós, akinek szintén a mozgás volt fontos, és ez a mozgás, ez így megmarad
az Abedonnál is a Martin Munkácsinál Munkácsi Movementként el is híresült ez, hogy ő még akkor sem mondott le egy fotózást, hogyha zuhogott az eső, akkor is ott ugrott az utcán az a modell, mert annál mozgalmasabb lesz a kép abból a szempontból is, hogy még az az eső szituáció is mozgásban tartja. Ugye az eső, látsz egy képet, amin esik az eső, akkor annak van egy olyan képzete, tudod, hogy ki fog sütni a nap. Az ő statementjében, az ő állásfoglalásában fotósként nagyon fontos az, hogy ez a dinamizmus, ez a képnek a sajátja legyen. És akkor lássuk ezt a szituációt, mi történik. Marlon Brando sok más sztár mellett besétál egy Avedon féle műterembe. Mit kezd vele egy Avedon féle fotós? Hát biztos, hogy nem csak annyit, hogy akkor kedves Marlon, akkor ott nem tudom, ülj le, és akkor a szép fényeket rád bocsátom, és jó lesz az úgy is. Mert valószínűleg jó lenne úgy is, mert ő a Marlon Brando. Tehát sokat szokták kritizálni az ilyen típusú fotósokat, akár az Anton Corbijnt is említhetnénk, hogy hát könnyű neki. Hát ezek olyan extravagánsok ezek a figurák, csinál egy ilyet, és már is megvan a kép. Gyakorlatilag itt a Marlon Brando borotválkozik, közben cigarettázik, és közben oda van vetve enne a félpucér, ilyen, nem tudom, titánnak a vállára egy törölköző. Tehát gyakorlatilag meg van teremtve műteremben, ugye, ami egy viszonylag steril környezet, ehhez képest ugye nagyon más a klasszikus fotó, hogy megfogom és kivágok a világból valamit, a már létező szövetet valahogyan én elrendezem. És akkor ehhez képest ő itt azt mondja az Avedon, hogy megcsináljuk ezt a kettőt. Marlon Brando fürdőszobája ki, fehér háttérbe. Tehát gyakorlatilag az történik, és én Richard Avedon vagyok a tükör. Na most, hogyha ennyit mondtam, akkor ez már egy pszichológia tanulmánynak az illusztrációja is lehetne, mert most mi van? A Marlon Brando a Richard Avedon tükrében borotválkozik, tehát ráadásul szegénynek úgy kell tennie, mintha tükörben nézne. Nem tudjuk, nem voltunk ott a fotózáson, hogy ott volt-e az a kicsi tükör, vagy sem. Nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy megvan egy fürdőszobai szituáció idézve, be van téve a drapíria, ami kell a portré meg a divatfotóhoz, és be van téve ez a sármőr azzal a cigivel. Ugye a cigi az kötelező volt egy bizonyos korban a fotóban, ma már a divatfotóból így kikopik a cigi, sőt. És gyakorlatilag ez a fotó egy ilyen nagyon furcsa elegyét adja a portré, a divatfotó és a dokumentumfotónak. Az Avedonról tudjuk egyébként, hogy, vagy hát hogyha utána néztek ti is, akkor látjátok, hogy nagyon sok olyan típusú divatfotója volt az elején, hogy mondjuk utcajelenetek vannak összemontázsolva idézőjelben, mert felvételtechnikában van elkövetve a dolog, de hogy egy utcajelenet zajlik, és akkor közben bejön egy, nem tudom, egy felöltözött diva Diorban. Vagy a leghíresebb fotográfiája a Dovima elefántokkal, egyik leghíresebb fotográfiája. Ugye ott is azok a nagy elefántok, ott szegények megláncolva, meg a szalma, és akkor közben van ez a törékeny nő, aki abban a ruhában valami mozdulatot elkövet. Tehát, hogy az Avedonnál ez a mozgás, ez azért nagyon ki van tágítva. Tehát a Martin Munkácsi az még megelégedett azzal, hogy egy az egybe ugrik. Pont. Vége van a képnek, a kép attól lesz jó, mert loholt a tengerparton, mert lobogott a ruhája, stb. Az Avedon már azt mondja, hogy a mozgás az nem csupán annyi, hogy én most így mozgatom ezt a modellt, hanem azt, hogy tehát hogy összehozom ezeket a műfajokat, és ezeket a határokat, tényleg, mint egy Photoshop layer, betolom most a dokumentarizmust, most betolom a portréfotót, most betolom a klasszikus festészetet, és nagyon sok ilyen kis, mint ezek a papírszínházak régen, tudjátok, hogy így be lehetett különféle ilyen rétegeket tenni, meg ki lehetett húzni, tehát ebből a szempontból is iszonyú mozgékony volt ez a figura. Ő ezeket hozta mozgásba. Én mit hozzak mozgásba? A nagy csendes képpel, ahogyan bizonyos teoretikusok nevezik a fotót, ugye ebben a zajban, ahol annyi kép ömlik ránk az internet által, a reklámok által, az utcán, a tévében, tehát hogy tényleg tele vagyunk képekkel, és néha az ember azt mondja, hogy elég, nem akarok több képet. Ebben iszonyú hálásak lehetünk egy darab fotónak, ami néma, nem mozog. Legtöbb esetben, hisz a fotográfia története nagyon-nagyon hosszú ideig a fekete-fehér analóg nyersanyagokkal dolgozott, ráadásul még színe sincs. Tehát, hogy olyan komoly meditációra tud elhívni minket egy-egy fotó, hogy még akár azt is mondhatom, hogy trendy is, ugye van ez a trend most, ez a slow city, slow food, tehát ez a slow trend, hogy így lassulj be, barátom, egy kicsit úgy néz körül,
hol vagy, mi történik, mi ez. Tehát azt gondolnánk, hogy a fotótöri az egy ilyen veszélytelen pálya, és akkor most meg már ott tartunk 20 perc után, hogy így lehet, hogy olyan, mint egy ilyen zenbuddhista elvonulás. Szeretek túlozni, most direkt túlzok, de hogy ne becsüljük le tényleg a képeinket. És sajnos annyira sok van belőlük, hogy nehéz megtartani azt, hogy én azt mondom, hogy én most leülök egy képpel. Hogy egy kicsit arra kényszerítsem magam, hogy így megálljak ebben a képözönben, mert nem a számosság fog engem előrevinni, az sose visz előre. Attól, hogy én kipipálom, hogy én már 10 000 fotót láttam, de mondjuk mindegy csak egy villanásnyira, és nulla az, ami itt belül történt, meg ami itt történt, meg ami úgy egyébként itt történt, hát akkor tényleg mondjuk azt, hogy nem történt semmi. Nem volt ideje kibontakozni a történésnek. Ugye ez nem egy történet. De az, hogyha ezt a Marlon Brando, Richard Avedon, az ő egész indulását, az ő idolválasztását, az ő munkamódszerét sok-sok képen keresztül látva, az ember így felfejtegeti, meg így elidőz vele, akkor tényleg olyan érzése támad, hogy így azért nem olyan rossz élni, hogyha vannak ilyen időtöltések. És akkor tényleg már nem fogok még jobban túlozni, de hogyha csak egy ilyen versort mondok a József Attilától, hogy hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat, hogy a tengeren túl egy Richard Avedon, egy Marlon Brando féle sármmal szintén ezt a sort is akarja üzenni. De ezzel most nem azt akarom mondani, hogy ha te nem jutottál el a József Attiláig, akkor te nem tudod ezt a képet. Meg azt is akarom üzenni, tehát hogy ez az én sztorim ezzel a Marlon Brando Richard Avedonnal. És mindig az izgi, hogy neked mi a sztorid a Richard Avedonnal és a Marlon Brandoval. Mert lehet, hogy a tiéd tök más, és az úgy jó, csak legyen. Másik nagy kedvenceim a Ludditák, akik rapper lányok, és ők éneklik azt, hogy mindegy, hogy csak nehogy sehogy. Tehát, hogyha megnéztem 1000 képet, és kipipáltam, hogy hú, én nagyon tudom a fotó történetét, akkor lehet, hogy láttam sok mindent, de ha találkozol egy másik emberrel, aki egy darab képet nézett, az alatt az 5 év alatt, amíg te az 5 év alatt a 10 000-et, csak ilyen villanásszerűen, akkor az egy kép, az valószínűleg regény oldalakat fog megtölteni annak az embernek az írásában, ha írna belőle valamit. Mert hogy minél tovább nézünk egy-egy képet, annál inkább bensőnké válik, és olyan dolgok derülnek ki rólunk a képnézés közben, nyilván van ez az utána kutatós szakasz is, amit aztán így vegyítünk ezzel a nézegetem megint, utána kutatok, ráadásul netán fotós vagyok, megpróbálom megcsinálni a képet, milyen gyújtó távolság, hol voltam, tehát egészen olyan tényleg különféle rétegekben tudok, különféle mélységekben kirándulni a saját életemben képek kapcsán, hogy csak na, és hogy gyakorlatilag ezek az utak, ezek tényleg közelebb visznek minket valahogy ahhoz, hogy aztán, amikor majd hozzánk sétál be, nem tudom, mondjuk most egy olyan celebritást, aki nekünk fontos, tehát mondjuk egy Pintér Béla nevű drámaíró a kortárs Budapestről, hogy akkor azt tudjuk mondani, hogy jó, Bélám, akkor most ezt kellene csinálni. Tehát, hogy nagyon jó az a típusú ilyen nyugalom és bátorság, amit így az előadás elején említettem az egész mezőről, ami a fotográfia története, hogy erőt ad nekem, hogy már ennyien voltak, ilyen sok minden van, és nem elvész benne a figyelmem, hanem időt adok egy-egy képnek, a nagy, néma csendességnek, és utána úgy bukkanok fel, hogy tényleg ötletek százai, és az kitart nekem, nem tudom, hónapokig, egy-egy fotózásban, különféle típusú fotózásokban. Azt látjuk még egyébként ugye ezen a képen, hogy van egy ilyen fekete kerete a képnek, ami megint csak egy érdekes, hát hogy is mondjam, kétféle táborra osztja úgy nagy
blogban a fotósokat, vagy ezt szoktuk mondani, hát, hogy nem is igazak ezek a mondások, ezek a túlzások, tényleg azért kellenek, hogy lássuk, hogy mik ezek a dualitások a fotóban. Megvágom a képet, vagy nem vágom meg a képet. Tehát a kompozícióról és a felvétel technikához való hozzáállásomról val. Amikor valaki fotósként olyan képeket ad közre, aminek fekete kerete van, az nem a gyászjelentés miatt adott, hanem azért, mert ő büszke arra, hogy felvétel technikában megoldotta a kompozíciót. Vagy ha nem oldotta meg, akkor is mutatja, hogy nem vágtam a képből. Ugye ez egy ilyen nagyon erős iskola, nagyon erős hagyomány. A másik vonal, az Edward Steichen féle vonal, nagyon sokszor grafikusok, akik fotografálásra adták a fejüket, náluk látjuk azt, hogy nagyon merészen vágnak. A már említett Martin Munkácsi is, aki szintén lemezre fotózott, sportot, nem voltak olyan gyújtótávolságú objektívek, mert ő azt mondta, hogy az a lényeg, hogy én ott voltam, én azt ott lefotóztam, és ez a nagyítás jelleg, ez a kivágás nagyítás jelleg, ez nem zavaró, hisz egyébként is nagyítunk, egyébként is milyen izgalmas, ahogyan a szemcsézet, ráadásul a Munkácsi képein az erős nagyítás miatt az is látszódik, és az már megint csak ugye egy ilyen autóverseny, ahol ott a sárban a elszáguldó autók így fröccsentik a sarat, vagy a boxolók, vagy a birkózók izzadva gyűrik egymást, vagy a focisták ugranak, és nem tudom, szintén repül a fű, meg a minden. Ugye ezek nem ilyen tiszta szituációk, még illik is hozzá. Tehát milyen érdekesen találkozik maga a matéria, meg maga a látvány. Tehát, hogyha most ez a Martin Munkácsi képeit is nézzük, nem csak az Avedont, meg az Edward Steichent, akkor azt mondhatjuk, hogy hű, hát lehet, hogy ez nekem is jó lehet valamire, ez az írtózatos szemcsészség. És akkor most jön ott a dilemma, hogyha digitális technológiával vagyok, akkor vagy utólag fogok ott ilyen analóg szemcsézettel bíbelődni az utómunkában, és akkor ember legyen a talpán, aki meg tudja azt olyan szépen csinálni, mintha tényleg analóg lenne, vagy azt mondom, hogy beadom a derekam és kipróbálom egyszer. Mi van akkor, hogyha analóg filmre dolgozva belenagyítok bizonyos képeimbe? Mi van akkor, hogyha ezt egy-egy projektemhez legyen az egy divatanyag? Ugye a divat az egy nagyon jó felvevő piaca ezeknek a képzőművészeti törekvéseknek, hisz újra és újra valami új ötlettel kell előállni. Legyen ez akár egy ilyen művészettörténeti kor, egy tom megidézése, legyen az akár egy ilyen, nem tudom, egy ilyen szűkebb történet, akkor is a divat vevő arra, hogy most valami más kellene, most valami fekete-fehér, nagyon koszos, nagyon nem tudom, ilyen súlyos látványra vágyunk. Tehát, hogy szuper dolgokra lehet így rábukkanni, és mindig érdemes utána menni annak, hogy mi is a történet itt, most ez miért néz ki így, mi ez a fekete keret, mi ez a négyzetformátum ráadásul, arról még szót se ejtettünk, és már mióta ez az egy kép van itt, és tényleg akár egy képen belül az egész fotóforma nyelvét így fel lehet vázolni, hogy mi az, ami mellett leteszi a voksát, és mi az, amit elutasít. Ugye a négyzetformátum, az megint csak egy olyan novum, ami a festészetben nagyon ritka. Tehát, hogyha azt mondom, hogy a portréfotó az egy festészeti hagyományból jön át a fotóba, akkor azt nézem, hogy vannak négyzetformátum festmények? Hát nincsenek elég ritkák, a kör az még így adódik. Amikor az optikai segédeszközökkel festenek képeket, akkor van, hogy körtáblára festi meg, hogy az optikai illúzió, mert az optika ugye kör alakú képet rajzol, csak a kameráknak a képkapuja miatt adódik az, hogy a képeket fektetett vagy állított téglalap vagy négyzet formátumban nézzük. És ez a négyzet formátum, ez megint egy nagyon érdekes választás és döntés. Egyrészt adódik egy olyan dologból, ugye technikai jellegű a dolog, hogy a vakuszinkron idő az egy ilyen központi zár esetében nincs. És akkor a másik az meg az, hogy egy négyzetformátumú képnek a kompozíciója az egész egyszerűen elronthatatlan, mert hogy nagyon hasonlít a körre. És akkor ez a négyzet, ugye itt, tehát ne, ráadásul, tehát hogy egyrészt ugye tökéletes, másrészt meg borzasztó statikus. Tehát nincs ez a nyújtás valamilyen irányba. Ugye amikor van egy ilyen formám, akkor az tök dinamikus, mert úgy érzem, hogy így el akar dőlni, vagy valamerre moccanni akar. Amikor van egy ilyen kubusom, vagy egy ilyen négyzetem, akkor ott nincs mozgás, nincs benne irány. És nagyon izgi, az Avedonnak már említettük, hogy ezek az ugráló nő alakok, meg ezek a mindenféle ilyen műfajoknak a mozgatásai, azok megvannak komponálva egy négyzetben.
egy ilyen statikus, egy ilyen nagyon erős állításban, hogy azt mondom, hogy ebbe viszont nincs mozgás. És akkor lépjünk még egyet, egy másik táblára, ami pedig két nagyon hasonló kép, és megint az a helyzet, hogy két különböző kor. És tényleg azt szeretném így üzenni ezzel az előadással is, vagy ezzel az adással is, hogy nem az számít, hogy a történeti linearitásban ki volt előbb, hanem úgy nézem, mint tudások, ami ebből az egészből is mondjuk azt, hogy a fotótöri tényleg, lehet az tényleg egy mező, meg egy erdő, vagy lehet az tényleg egy ilyen gömböc, amiből így dolgokat így kihúzunk, akkor már is azáltal, hogy időt adtunk neki, már mi adtunk neki egy értéket, már mi adtunk neki egy történetet, és ezáltal nagyon simán egymás mellé húzhatunk egy Sarah Moon-t, aki egy kortárs divatfotós, és kihúzhatok egy Irving Penn-t, aki meg egy sokkal régebbi, egy Avedon kortárs, 50-es években 50-es évektől datáljuk a legtöbb Vogue címlap az ő nevéhez fűződik. És gyakorlatilag mind a két képen egy kalapos nőt látunk, és megint csak az az opozíció fordul elő, hogy még a Sarah Moon egy ilyen nagyon festői látványra törekszik, addig az Irving Penn meg egy nagyon grafikus látványra törekszik. Az egyik képen nincs élesség, a másik képen nincs életlenség. A két képben az viszont nagyon közös, hogy rengeteg a besült fekete rajta, tehát nincs részletgazdagság. Megint csak visszautalnék így az előadás elején arra, hogy volt az a tanárom, aki a szentenciákat osztogatta nekünk, és mondta, hogy a kontraszt, gyerekek. Ezt az egyet kell csak megjegyezni, a kontraszt. És akkor tényleg azt látjuk, hogy ez a sok fekete, ez így megtartja a képet. Ugye ez is milyen furcsa ez a mondat, hogy megtartja a képet, de egész egyszerűen van egy ilyen, ugye a sűrűsége, van egy ilyen vonzása ennek a fekete lyuknak, vagy az univerzumnak is, ez a sűrűsödés, sötét, ez úgy mindig olyan nehéz. Ráadásul tényleg így, ha képet nézünk, akkor így van elképesztő olyan érzeteink is támadhatnak, hogyha így nagyon belemerülünk, hogy testérzetek vannak, érzem, hogy az nehéz, érzem, hogy ugye ott milyen illat lehet. Egy csomó, hogyha ilyen dolgokat megindít egy kép, az mennyire szuper már. És megint azt mondom, hogy reagál az egész valómra, az egész itteni létezésemre. Tehát, hogy azzal fejezném be most ezt az adást, hogy egyrészt ez az érdemes odaadnod az idődet, hogy legyen egy saját történeted, és érdemes meghallani a saját tapasztalásodnak a mondatait, megkérdezni magadat, mi ez, honnan jön, mi történik, miért készült ez a kép, hogyan van. És hogyha ezeket a kérdéseket így sokszor felteszed, egy idő után rutinná fog válni, hogy amikor te is képet csinálsz, akkor így elkezdek, opá, jó, elkezdtem fotózni, mert megint, de miért is csinálom? Tehát, hogy valahogy azért szuper, mert egész egyszerűen van egy ilyen fegyelmezettségre nevelése, vagy egy ilyen, hát leginkább a fegyelmezettség talán nem is olyan jó szó, mert az Avedon se volt túl fegyelmezett, sőt elég zabolázatlanul fotózta néha a modelleket, hanem egy tudatosság. Tehát tudatosan fogom azt csinálni, hogy egész végig táncolok a modellemmel, és olyan nagyításokat fogok kérni a laborból, hogy teljesen részlettelen feketékkel legyen tele. És akkor annak lesz egy valamilyensége, ahogy a ludditák is így mondják nagyon határozottan, hogy mindegy, hogy csak nehogy sehogy. Úgyhogy én kívánok magunknak nagyon sok ilyen képnézést, és kívánok magunknak nagyon sok olyan képcsinálást is, amiben végül is a végső cél az valami ilyen értelmes létezés, bármennyire patetikusan is hangzik ez. Úgyis hiányzik a pátosz a világból, néha lehetünk patetikusak. Köszönöm.